Nagy a pocak. Ne szopass már, hogy nekem nagy a pocak. Hát próbáltam kinyomni, mint a gép, meg így hátrahúzni, de... Nekem nagy. Ez nagy? Ez kérlek szépen 98% borító. 2% beigli, kajácsol. Vagy egy kis csöbbük káposzta. Kérlek, igaz az úrta használítan a csöbbük káposztával. Figyelj a csávó, basszus, hogy klippelje már ki valaki, ez nagyon kevés. Hello, szevasztok! Sziasztok, szép jó estét mindenkinek! Aki itt van, debütált az új intro. Remélem tetszett mindenkinek. Na hát ezt fogjátok látni, vagy hát lehet, hogy lesz még ezen javítva. Illetve ahogy jönnek újabb számomra, vagy számotokra kedves kis klippek, akkor azok lehet, hogy bekerülnek, kicsit dinamikusabb lesz, gyorsabb képváltások, és a többi, és a többi. De most egyelőre ez lesz. Összeszedegettem a számomra emlékezetesebb, vagy kedvesebb kis klip részleteket, és próbáltam azokat belezsúfolni. No. Ja. Walk of Tourzunk, illetve hát ha lesz elég jelentkező, akkor lehet, hogy összedobunk egy versenyt is. Okolom. Ez persze majd, hát ezt majd dobja az élet, hogy lesz jelentkező, avagy sem. Én átdobom a képernyőt, hogy lássátok a játékot is. Így. No. Pont este van. Hogy gyorsan fogok néhány bújbotot. Esetleg. Hát. De sötét van. Ez. Ill. Masszív, semmi nem látszik. Mondjuk a távolba azért az valamennyi. No. Szítem a zsinórokat, aztán folytatjuk. Szóval, ja, az a terv, hogy
hogy hát ha nem lesz úgy jelentkező verseny, akkor csak pecázgatunk egy kicsit itt Valkovon. Van egy-két spot tip, amivel lehet, hogy érdemes lenne foglalkozni. Ha meg lesz úgy jelentkező, akkor tartunk. Meglátjuk. Egyelőre igazából csak Milán érdeklődött a verseny iránt, úgy. Azon még nem jelent semmit. Szia Csabi! Szia, szia! Téged érdekel? Ja, te írtad, hogy neked felejtős. A verseny. Te írtad, ha jól emlékszem, igaz? Szem. Szia Ápi! Locspocs! Jaj, de nagyon megy most ez. Tizenkilences szintű vagy. Jó, hogy akkor még lehet, hogy nem is tudsz még jönni Volkovbe. Aha. Igen, gondolkodtam el, hogy hol kéne, mint kéne, de Oldburger meg Moszkító már annyi versenyt rendeztem, sőt, Windingen is, hogy gondoltam, nézzünk meg valami újat. Mondjuk Volkov annyira nem új, de... Mármint, hogy nem egy új map. Sokaknak már unalmas is, van, aki még el sem jutott ide, van, aki már szétfajmolta itt a fél arcát, úgyhogy... Hát a figyelj, pikpak meg lesz az az egy szint, ez már hamar megvan. Hú, ezt a fém bádog csörgést, de jó. Anglais. Na jó. Úgy látom, van két halom, ha azt szeretnek. Meg egy, ami nem jó semmire. Ú, még 150k XP. Ah. Jó, hát az már tényleg megvan relatíve hamar. Az már nem egy akkora probléma, szerintem. Nem tudom, van prémiumot, mert azzal mondjuk lényegesen gyorsabb. Jövem. Jó. De szépet hajlasz. Remélem egy jó nagy angolna vagy. Hát ez nem nyert. Nem baj. Abból is szép az, ami hajlik. Hát fejlődés az egyébként, a prémiumot csak javasolni tudom. Más nem ilyen... mi ez ilyen official sponsored streamer által kiért versenye, ha elmész, akkor tudsz nyerni ilyen egy hetes prémiumot, és az egy hét az azért sok. És ez nem in-game egy hét, hanem valós időben egy hét. Fizsgadövé. Milyen fizsgadövé? Nem is volt kapásom. Max valami olyan kis picurka lehetett, hogy meg se bírt a mozdít. Hát végülis a spiccet, de nem is. Happy, milyen verseny lesz? Volkovon tervezem, hogy rendezek egy versenykét.
igazából beimezni gondoltam, mit Volkovon. Ez lehet, elég sok beimes hely van. Ez a bot nekem gyanús. Oda majd kiderül. Veszel majd egy hónapot. Ez teljesen jó. Világhundék, há, nekem az ingyé van. Hát akkor betulálok. Valaki biztos fizet érte. Jó lenne egy ilyen 8-10 kilós angolna. Ugye ebből nem viselne. Elszólalkoznék vele itt egy kicsit. Mi a manó? Most nézem, hogy nem is megy a DC-m. Úgyhogy nem megy a Discord. Miért nem megy? Hopp, itt az angol nem. Nem, bújbot. Ahhoz. Ja, jó. Nem értettem, hogy miért hallom sípolni a botokat, amikor egyiken sincs kapás, de értem, hogy HP a fürdőben nézi a telefonon azt a imet, és azt hallom. Úgyhogy puszi HP. Ding ding. Csabi. Hallok egy furcsa sípolást, mintha tolatna valami teherautó. Ezek a kapás jelzőim. Csabi, a kapásjelzőmet hallod. Hápi, semmi baj, ne viccelj. Nem azért mondtam. Eleve tompább volt, úgyhogy meg tudom különböztetni. Hogyha ilyen szakaszos sípolást hallasz, Csabi, akkor ez a kapásjelzőm. Nézd, megmutatom. Itt az egyik. Itt a másik. És itt a harmadik. Igen, mert van olyan, ami csak csajog, van olyan, ami csak világít, ami nekem van, az sípol és világít. Ez mi? Ez valami hal neki úszkál a damilomnak? Vagy... Mi a manó? Igen, ezt meg tudod venni, ezeket a kapásjelzőket a boltban. Nem mondom, hogy olcsó, én nagyon szeretem, mert ugye A sípol, B világít. Tehát este még ha nem is használsz lámpát, akkor is látod, hogy melyik bot az, amelyik hajlik, vagy melyiken van kapás. Csak a bulbot, csak a bulbot. Menj hal, menjél már innen, és küld ide az angolna haverja. Az valaki komolyabban gondolja ezt a dolgot. Na jó, szóval Volkovon White-be imezhetnénk egyet. Egy ilyen kis versenyka etében, ha gondoljátok.
El tudok dobni egy fédelbotot nyelménynek. Aki gondolja, vagy aki nem. Jól láttam, hogy ez volt az? Jól láttam, bizony. Hú, ezt az orsót vagy meg kell csináltatnom, vagy ez valami nagyobb. Ez az orsó az eleve nem túl erős. Mondjuk ez egy 2-8-as. Hello, Uzi. Hello. Küld ide a havajokat is. Szavasz, szöj! Hello, öreg király! Csabik, a 975, ezt miért kaptam? Köszönöm szépen egyébként. De ezt miért kaptam? Senki nem jelentkezett, úgyhogy azt megnyertem, köszönöm a botot. Hát... Alex... Igen, Milánnak most igazat kell, hogy adjak, mert hogy láttam, már csak 9 darab van. Köszönöm szépen, Csabi. Ja, igen, hát kis halakat akartam fogdosni valamelyik nap, hogy ezt után töltsem, de köszönöm szépen. Megspóroltad. Jöttél lenyugodni, szóval? Mi történt? Mit csináltál? PUBG-ztél? Fogadjunk, hogy PUBG-ztél. Tuti. Azokán kell lenyugodni. Hát van, lesz itt egy, kettő, amit fel tudok vágni. Kéziseink húztak. Ja. Mhm. Látod, ezért nem szoktam fogadni. Vagy fogadtál, vagy csak szurkoltál, mert nem mindegy. Megpróbálok egy kis energiát bevinni. PUBG engem nyugtat, azért játszom vele. Az kemény, szóval engem mondjuk iszonyatosan fel tud húzni. De hát nyilván nem vagyunk egyformák. Addig ezt a pályhalat elpattintjuk, ami még itt van. Az is. Hát... Nem olyan rossz. Nem olyan rossz. Kurkolás fontosabb, mint a fogadás. Hát ez tény. Kitől kaptak most ki? Már mondjuk, ha gondolom... Na, szóval... Gondolom, hogyha... felhúztak, akkor valahogy úgy kaptak ki, ahogy nem, nagyon nem lett volna szép. Tehát, hogy valamit elbénáztak, vagy... elszerencsétlenkedtek.
Jó, itt 8-ig várunk, nagyjából addig van rá némi esély, hogy jön valami normálisabb halami füzet is. Gondolok itt a bulbottára, meg az angolnája. Többi annyira nem érdekel. Na ez melyik volt? Ez az? Most már hajtsd meg azt a botot, ne vacakolj vele. Szóval itt várunk 8-ig. Aztán kipróbálok egy olyan... Hoppá, hello! Aztán kipróbálunk egy spotot, egy beam spotot. Itt Volkovon. Elvileg onnan is egész jó pénzt lehet kapni. Megjött az angolnám. Lehetnél nagyobb is, de... Most ez van. Igen, és kint vannak valahol külföldön a kézisek? Ott kaptak ki? Hát legalább nem, tehát hogy mondjam, legalább idegenbe kaptak ki, nem itthon. Akit, halihó, szevasszú, elm, szia. Szia, szia. Ja, persze, basszus, lúpa igen vagyok, azért mozog a Damil. És veled mi van? Az előbb még ezen volt, ami. Lehet, hogy mi. Ki az, akit itt elbosítottak? Nek ment el a hala? 68, 68, 20? Hát jó. Hakit, mi hozott ide hozzánk? Szintén játszol, vagy csak nézed? Hú, ez nagyon... Nagyon úgy gondolja, hogy... Neki itt létjogossága van. Tudjuk, most el a bota beeltetnek, és ez a másik, ez mindjárt egy... Úgy elhajlik, mint legalábbis remélem. Nem is ismersz, én fel vagyok rád iratkozva. Én is a F4-eztem. A neved ismerős. Most lesül a pofájámmal a bőr, de tényleg csak a neved ismerős. Nem, mint hogy Hakit. Viszont akkor nem jártál már itt egy jó ideje. F4-eztél is. Lehet. Mea culpa. Ugye, ugye? Kitrun... És miért hagytad abba? Ráadásul 21-es szinte, mi ez a DHL logó? Szállítod a halat? ...727 nap. Ez szép. Ez is szép. Walkabon people, jabbeim. Azt sem most lehetett. Na jó. Ezek beálltak. Nézzük meg a beimes helyet. Nem semmi, csak valami megnyalogatta egy picit.
Ó, basszus. Találj. Add vissza a szerelőkem. Pedig már azt hittem elrabolt valami, szép lett volna. Nem az a DH logó, az az, hogy nekem van egy cégem, az ETS2-m, és az a neve, hogy DH... Ja! Összekevered a játékot. Mármint, hogy itt van az ottani logód. Ott meg halakat szállít, az... Az úgy mondjuk fain lenne. Na, tehát akkor végül csak DH logó. Nem az a DHL. Na jó. Van nálam. Ja igen, az angolna. Meg se néztem, basszus, mi kell a kávénak. Lehet, hogy egy csomó pénzt eldobtam azzal, hogy eladtam a beimeket. A manóba. Jó, nem kell neki. Blue beim. Nézd, homoló, spike, hájom. Az egyszerűség kedvéért mindjárt beállek egy csónakot. Nem kell annyit csinálni, és közben tudok trollolni is. Trolloló. Szevaszuem, szia! Csak úgy itt vagyok, én is. Hát szerintem egy két napos életnek bőven elég lesz. Na, terve a következő. Eltrollolózunk ide. Kb. Valahova. És amikor ide értünk, ha különösebben nem fogdosok semmit trollingolva, akkor ide visszafelé dobálva, elvileg itt van egy jó kis beam spot. Ezt ki fogjuk próbálni. Aztán persze majd meglátjuk, hogy valójában ebből mi lesz. Közben kéne használni, ha már itt van. Bedobjuk ezt is. Hát, ha jön el valami. Ez az akkor ide teszem. És ha most sikerülne azt a pénzmennyiséget összeszedni, amit tervezek, akkor megvesszük azt a Gold 80-est. Na, szóval nem mondtad el, hogy mi van a kézisekkel. A spot pont azzal fogták, ami van, az mondjuk szívás lesz. Számon az tök esélyes, mind a két boton olyan van, amivel azt fogtak.
Jaj, haj. Jaj, haj. Takik a Damil. De vészesen. Úgy tudtam. Jellemző. Hogy átbújtam oda a mill alatt? Mindenhez kéne valami masszívabb borsó. Tudom most mi van ezen valami. És valami. Hát egy kis patkiló. Vissza. Nagyjából oda megyünk. Bocs. Hú, ez fájt még nekem is. Te mi vagy? Kruger. Hát az a helyzet, hogy ha jó formán még a kefé nap sem nagyon kell lesz. Mi lenne, ha elkapnád? Ez mi a manó volt? Hova tette? Aha. Hát akkor jó. Na nem baj. Vagyunk már, mindjárt ott vagyunk. Mondjuk ott itt szembeszétnek ki is tudunk kötni. Meg, az masszívan megszökött. Nem is értem. Hogy most itt az emberem mit csinált a... Mi ez ezzel a... Nem szák, hanem ezzel a halkiszedő bizbassza. Ez olyan fura volt most. Jó, ez mi? Nem bánnám, ha egy 3 kiló fölötti csuka lennél, de valószínűleg nem az vagy. Nem hát. Na nem baj.
nagyjából ki is akartam kötni. Aztán, hogyha itt a beimezés nagyon nem megy, még mindig tudok egy másik spotot. Egy másik hal. Úgyhogy akkor megnézzük max azt. No. A másik helyben megyünk. Ó, nem, ide lente kell jönnöm. Basszus. Benéztem, akkor letololunk oda. Letololó. Elnéztem egy kockával. Hol a csónakom? Szia Mika! Szavasz! Nem láttalak online. Jól láttam, hogy nem láttalak online? Sugő is meglép. Nem, az nem lép. És lassan meg is érkezünk. Hogy csak nem meló van, vagy volt, vagy lesz. Mika. Ja, aha. Most pihi van. Vágom. Hát akkor jó, pihit. Itt a híd, ne? Ez lenne a... ott.
Hát jó. Nézzük. Azt mondja, hogy Wildbeam-re megyünk. Édium halogdal. Nem PBS-tik közül. És Edworm. Azt hiszem ez volt az instrukció. Igen. Ez mondjuk annyiból jó, hogy kicsit megsúhintom, innen tudok még angolázni is. Semmileg itt egész jól jönnek. Na jó. Közben eleve médium van, jó. Nem megyünk sehova, majd van. Lehetőleg 20-25 méter. Ezt is megsúhintjuk. Jó. Kicsit jobban megdobtuk, mint kellett volna. Mivel telik a pihenésed, azon kívül, hogy engem nézel? Milyen desszertet nyomatsz. Jut aztán, hogy nekem is van toltám. Ha-ha-ha, vagyis hát ilyen süti. Süti. Leüntetek? Damili érzi az ütemen? Vagy legalábbis az előbb érezte. Te mi leszel? Uff. Mi más? Én nagyon imádom főleg ezt a pörkölcsós cuccot. Amit így gyakorlatilag megveszed a zacskóba, kibontod és már nem kell izé kihántolni se semmi. Csak két lapáttal vagy két kézzel bírnám befelé lapátolni az arcomba. De abban a pillanatban úgy kiügyeznék tőle szerintem, mint tavasszal a gyümölcsfák, úgyhogy inkább nem. Jézus. Elfájottál. Hát fő. Hát annak. Egyikünk se fog elülni, ha én akkor a pocak jót rendelkezni, hidd el. Az azt jelenteni, hogy drasztikusan... Hogy? Igen, kb. Ott azt akartam, hogy ha nekem akkor a pocakom lesz, mint neked, az azt jelenti, hogy drasztikusan megnőtt a sajbevitel. Tehát, hogy a nulláról így felugrott. Jó, de hát ez így... Jó, most. Ott szokták kicsimp. A vajodat moziba? Nem. Nem. Ja, de, igen. Igen. Na, hát megvan az első vibe-aim, amiért jöttünk. Nem túl nagy. Még valami csinál. Ez volt az. Végszaladós hiba, ez... Másnál is van, vagy csak nálam? Hogy
de szinte csak itt jelentkezik egyébként Volkovon. Felveszem a botot, így megszalad a fék, de hogy... Bájum? Azt nem tudom. Valami nagyobb holgot kéne feltennem. Minden szart összefogok, amiért nem jöttem, csak amiért jöttem, az olyat nem. Talán bejön, de ez is benéjt Wimba. Fogok dobálni ide a mély vízbe inkább. Pedig azt mondták, hogy South East 25 méter, jó. Második van egyben. Szia Bernát. Szia. Mi a helyzet? Nem szótlanok vagytok, srácok. Még a 6 és feles lyukat írják, hogy ott még érdemes lehet próbálkozni. Lehet, hogy mindjárt nézünk oda csónakkal. Itt ez a Wild Wimezés az nem fog olyan lóvét hozni el, mint amilyet vártam vagy reméltem. Szavasz Tibi! Szia uram! Tudom, a fejem meg lesem a helyeket holnap. Mármint, hogy ide percálja? Szaladás, ez nagyon baj.
Mit akarsz fogni? Hát, ha tudok segíteni. Ó, jó, csinált a ed. Felesleges. Kár volt áldozni azt a edvajmat. Gyere, kifele te is bármi vagy. Na, itt egy vibe-ba jön. 16 pluszos amúl után egyből alig kellett XP a level 13-hoz. Hát azt elhiszem. Ez hatalmas mázli kellett, hogy azt ki tudsz fogni. Meg jó sok séta. Gondolom. Azok nem adják magukat könnyen. No. Hát az bőven 30 fölött kellett, ja. Tudom. Engem is szivattak ott azok az amúlyok. Mivel itt nem tudunk elmenni, itt körbe trollingoljuk ezt a szigetet, lejövünk ide, és itt megnézzük ezt a hat és felesjukat, hogy el visszatrollingolunk egy picit. Hát ha lesz valami jó. Jön valami kis finom. Már most, hogy így belegondolok, nem soká este. Tehát, hogy meg kéne várni a reggelt, úgyse fogok látni semmit. És akkor már itt maradok bulbotozni, meg angolnézni, és a reggel nekivágunk, és körbe trollingoljuk ezt a szigetet, és akkor lemegyünk oda a hat és feleshez. Nem, másik gomb. Mondjuk ezzel addig hátra fogok valamit. Mika, gondolom, hogy itt ezt a bulbotos helyet ismered. Itt azért lehet angolnázni is. Ugye, itt van. De dobálsz meg. De, igazából. Százötven-száznegyvenen? Nem. Mi van ott, mi megy ott? És mivel? Beim. Nem ott voltam, 90-103-on voltam. Ott elvileg wide beim megy. Én ebből most túl sokat nem tapasztaltam, megmondom őszintén. Még angolnázok kicsit. Megbújvotozok, amelyik jön. Nem kell. Szép egyes holyog. Haluci.
oda. Atlantic Museum. Nem néztem még azt a helyet. De 6,5 méter eset akarom megnézni itt délnyugaton lent. Ezt a lyukat akarom itt kicsit megtrollingolni. Meglátjuk, mi lesz belőle. Szia White! Szia! Bocs, ez a fétisem, hogy néha megigazítom a domilokat, mert volt már, hogy megfeszítettem a domilt, és abban a pillanatban, hogy behajlott a bot. Hogy néha így rájuk igazítok, mert lehet, hogy elsiklok valami fölött, amit nem veszek észre. Új, de sötét kék a neved. Fidi! Szavasz, Suem! Szia! Szia! Mivel lehet feszíteni a milt? Y-nal. De hogyha így elviszed az egeret, mint ahogy most az enyém van, ott kiírja, hogy az Y, az a real in, ez a tekel egyet az orsón. Tekel valamennyit az orsón. Valaki nagyon nyalogatja ott a víz alatt, úgy érzem. Megyek, elcsapatom a halakat, olyankor szoktak jönni a nagyok. Itt állok közénél, Fish Marketnél, akkor mindig hallom ezt, hogy csíp, 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 és majd mehetek is szedni. Hát ott nincs nagyjából semmi, amit úgy fel tudnék vágni, mert ami van, az meg... Na mindegy. Tegnap kezdte játszani a Ocean Fishing-gel? Hát akkor ugyan self-promotionnek tűnhet, ami ugye önnek lámozást jelent, de van egy YouTube csatorna, ami ugyanazon a néven fut, mint amin ez a Twitch csatorna. Ezt nézd meg, mert ott vannak tippek a fejlődéshez. Nem tudom, hogy a szinten vagy, valószínűleg nem a... Tehát nem ilyen 5-6-os szintre szól, de... Érdemes lehet vele foglalkozni. Jött az első bulybot. Hopp, ott az angol nem. Már szedlek is kifele. Nyugi kicsi angol, na jövök már, jövök. És vehemen is.
Már 8. 8-as szinten vagy, na. Az szép. Figyelj csak, van egy in-game chat, a Black Sheep hangai. Ott ilyen jófej arcok vannak, mint akik most is itt beszélgetnek chaten. A kis kígyó, de szeretem. Hello. Sok XP, sok pénz. Szóval ott játszanak a Mika, Tibike, a Bernet, ki van még itt most a játékosok közül, nem tudom hirtelen. Sokan, és ők segítőkészek. Fent vagy a chaten, meg Discordon is. Ja. És ezzel a Fidi névvel? Nekem valami ismerős, de akkor valószínűleg onnan. Köszi. Köszi, köszi. Hát nem volt egy nagy harc, azt kell, hogy mondjam, ezért szerettem az angolnát. Iszonyatos a talent és húz, és aztán feladja. Szép. Fogott egy 4 kilós bőmet. Ez nem lesz. Annak már ezért van. Van értéke. Na, mi történt? Mi történt, Bernát? Mondjad. Ilyen fésgelővé? Olyat én is szoktam fogni. Hát ez csak bulbotka lesz. Vagy nem. De ez csak bulbot. Na, szákold meg gyorsan, aztán haladjunk. Elment a Peace Official valami szép. Hát figyelj, ilyenkor este az vagy angolna, amit én is fogtam ugye az előbb, vagy bulbot. Mondjuk attól függ, hogy hol vagy. Lehetnek még egyéb speciális halak, tehát mondjuk, hogyha súlyán fogdos, vagy nem 13-as vagy, akkor valószínűleg Oldbergön vagy, gondolom. Valószínűleg bulbot volt, vagy angolna, ahogy mondtam. Tehát ilyen más halak nagyon nem lehetnek, mert ott nem nagyon van más, ami elkapna. Hát talán még a sügjaj. Oldberg, jajon gondoltam.
beleült minden. Na, kedves angolnák, kedves nagyobb bulbotok, sötét van, hajnal van, hideg a víz is. Akkor addig vagdalkozok. Ez mekkora lehúzás, ez a halszelet, komolyan mondom. Közel 1 kilós hal, 981 gram, megcsinálod a halszeletet, egy darab 7 grammos halszeletet csinál. És pont. Aztán aztán, hogy is van 2 kilóig, vagy hogy egyeket csinál, és utána kilónként plusz 1. Tehát mondjuk ezekből a 70 kilós halcsákból lehet jó mennyiséget kiszedni. Az szép 6 kilós angolnát fogtak, és heti rekord is lett. Aki először megy walkover, annak van valami tippet, tanácsod? Először walkover? Hát köst fel a gatyát leginkább. Attól függ, mit szeretnél, illetve hogy milyen vagy specializálódva. Volkov iszonyatos jó pénzkereseti lehetőség, ha jó spinning felszerelésed van, és itt most nem a szobobiciklire gondolok, mert megérkezel ide, bérelsz egy hajót, két spinner botot bedobod. Szia Fidé, köszi szépen, hogy benézte, kitartást a munkához. Ciao, ciao. Ne felejtsél dobni egy követést, ha szeretnél értesítést kapni. Szóval bepattansz a csónakba, és itt elkezdesz trollingolni. Beteszed szépen a csónakba a két spinner botot, és trollingolsz is. Főleg egyébként itt, ezekben a mélyebb részekben. Itt ritkábban akad meg valami, de akkor tölvisz, szakít mindent. Illetve itt lehet nagyon szépeket fogdosni mostanság. És tényleg brutális mennyiségű, köszönöm szépen Feri, brutális mennyiségű halat lehet kiszedni. Ehhez viszont ugye spinnerbot, egy jó orsó, acélelőkkel, ugye többnyire elgadozó halról van szó. És hát vagy kanalas támolygó, az mindenképp, az a minimum. De Wobbly, azt hiszem Jackbait, meg a Topwater csalika nagyon mennek. De egyébként meg tudom mutatni, hogy itt a helyi rekordok, nézd meg, hogy Wobbly, oké, ezek nem, kanalas támolygó, Wobbly, szintén, jó, ez nem. És ezek, amik tényleg nagyok és bajomi jól fizetnek. Jó, az mondjuk csali hal, de ugyanúgy fogták kezével is. Spinninggel, csuka, csak arra jön, pörcs, szinte csak arra jön, mondjuk itt most csak az van. Csábok 6 kilósak, bajomi jól fizet.
Hát a hacsát azt engedd el, bár fogtak már innen 112 kilósat is. Nem irigylem a csávót, az elszórakoztatott vele egy darabig, de ezek az Atlantic szalmonok. Már 10 kilósért is, meg 5 kilósért is olyan pénzt adnak, hogy az valami elképesztő. Hát ezeket a nagy dögöket, meg ugye pláne. Na mi van, ennyi volt? Sehol semmi? Bullbot, angolna. Szábe, olsó komfort bottal kezdésnek. Hát, jó kérdés. Megmondom őszintén, nem tudok elválaszolni. Azt meg tudom neked mutatni, hogy... És van az enyém? Nekem van egy ilyenem. 7 kilós bot, Express Fishing Pad 4000-es alsó, 7,5 kiló. A teherbírás a 7-8-as Damil és 6 kilós előke. Hát ezt nagyon durván meg tudják fingatni. Tehát ha valami olyan akad meg, megyek utána csónakkal, mert egyébként nem fogom meg. Ha félrejelzni szeretnél, azt is lehet. Arra is rengeteg spot van, rengeteg hal. Itt tudsz esténként beimezni a hármas gödörben, meg itt, ahol most én vagyok. Illetve átsétálsz ide, és idefelé dobálsz be ebbe a hat és felesbe, akkor ott kb. Beimet, beim, vendence, wide beim, touch, komolyócs, ezeket mind tudod fogni. Hey Kassu, how you doing? I'm just waiting for my birds and eels. But some sun's coming up, so I think the ship has sailed already. Anyway, got one. 2.6 eel. It's almost a nice, but I set him to send his parents to me. Oh, there's one. Ez csak egy bulbot lesz. Yep, that's just a bulbot. Nice. Szóval... ja. 8 kilós ill. Érzem, amit az előbb fogtak? Nem, az csak 6 kiló. It's weekly global record ill. 6 kilogram. Kassu, do you play in Russian fishing as well? Jó, hogy oldalon a legnagyobb a 8 kilós. Hopp, 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 there's my eel. 1.7. 1,7 kiló. Yeah, I was just fishing for a bream at Volkov's. Ow. You got some nice one? Keep it on a second phone. Mindjárt jövök egy pillanat, csak telefon.
kihagytam valamit. Did I miss something? Don't think so. It's 7 in the morning. Csabi, jó pecázást, Göbjön. Sziasztok, szevasz Csabi. Szia William, szia Spitzbot. Minél ezték, légy brikot kezdő módon sokan sokat lehet fogni és jól fizet az is. Igen. Mika, kösz a tippet, lehet, hogy megnézem. Csabi, köszönöm szépen a követést. Ez mondjuk így nem mutat rosszul. Azt kell, hogy mondjam. És alakul az alsó ája is. Tehát most már lassan meg lesz a második alsó ája is. Tehát, hogy is írtad? Bleaket kezdő mólón. Sokat lehet fogni, jól fizet, Spitzbot, minél ezték, légy. Aha, szerintem van legyen, amúgy. Ja, van, mert vettem múltkor, úgy küldtem ők ki a lánynak is, azt hiszem. Ez remélem ez is angolna lesz. Túlságosan világos van a bulbotoknak. Hey! Hi! Ah, never mind. Not too bad. Ja, amikor csak azzal... azzal menni kell. Nem? Másik bot? Hát mármint, hogy... érted, ez folyó. Tehát, hogy elhúzza az úszót. Tehát, hogy bedobom és... ci. Ezen van valami, vagy mi van? Nincs ezen sem. Aj, ez a szél. Tudom, hogy visszatarthatom, meg mondjuk, igen, mégis Spitzbotból egy van nálad, tehát nem teszed le. Így. Fishing for a beam. Kuszon pár darab 107 ezüst. Mondjuk az valóban nem olyan rossz. Mondjuk az legalább tudta, hogy nem vágja tönkre a felszerelését. Tehát ott nincs az, hogy... hogy... na, eljöttem beimezni, bedobod, és így... lefekszik vele a harcsa a víz aljája. Mint ahogy tegnap én jártam például Suen. Kimentem, hogy bulbotozok. Fogtam egy harcsát, és a jó istennek nem akart kijönni. Tehát, hogy ez a... és ez ment nem tudom, hogy 20 percig, hogy így, áh, ott tudtam basszus, hogy, de nem viszi. Bassza meg, ez egy harcsa, és lefeküdt az aljára, így befészkelte magát, szépen becsapta a kis farkát a feje alá, és alvás. Azt hittem sose jön ki. És ráadásul nem is volt olyan nagy. Hát, hogy ezekből még csak nem is kell nagy. Kicsi is úgy meg tud szivatni, hogy hajaj. Tehát ez, amit itt láttam, ezt... komolyan mondom, ez le a kalappal. 112 kiló.
Azzal ilyen küzdés ment, ott nem kellett tolongolni a csónakkal, mert húzta. Mit csinál ki ellen? Mivel szívja az emberek vérét? Arctic csaj. 71-102, 7-2-t. És hol van ő most? 71-102-n. Az itt van. Itt van 70-171-102, az itt van szerintem mellette. És megint nézek, hogy szedegetik ki fel az Arctic csajokat. Azt a paszta. Na jó, innen már úgy se jön semmi. Kilenc óra elmúlt, melegszik a víz, feljött a nap is. Ilyenkor már nem jön se bulbot, se angolna. Nagyon-nagyon ritkán. Jó, hogy kuarim van. Nem hiszem. Szerintem itt fejget. Jó, összeszedtem mindent, király. Hátul a nádas. Ja, hogy kuarin hátul a nádasnál. Aha. Az lehet. Megtartom, ezt feladom. Túl sokat nem. Ó, ez meg. Aha, de kóraim van, neked volt igazad. Hátul a rendesnél, ezt eljötted. Megnézzük. Megéri, Mika. Illetve ez az egyik, a másik pedig, hogy hát nem ezzel hanem ezzel mennyire leszek én ott hatásos vajon. 7 kilós bot, 7,5 kilós olvasó. Ez nem lesz a legjobb, mi? Jó, sejtem. Három nap alatt jött össze 2000 ezüst, úgyhogy napom nagy részét itt tűztem a fiókkal kuarin. Hát az mondjuk... Éjszakára megutaztam Volkovel, azt a jó eget. Az szép. Na jó, nézzük meg. Nézzük meg ezt a bánya tavat, mit tud. Kíváncsi vagyok. Ha nem jön vadállat, akkor jó. Hát ez mindenhol igaz, Mika. Tehát, hogy akármilyen jó cuccod van még az ölt, mint Oldburgon is meg tudnak fingatni a halak. Ha jön egy olyan. Mondjuk oldalon is a gázskype-ok közül én múltkor láttam egy 39 kilósat, hogy miért szedtek ki. Az azért, az masszív. Na nézzük, miért mennek itt az Arctic csajok.
Nézzük, mink van. Mondjuk van Beiko. Van Hunterünk is. Melyiket mondta? Az kemény. Sárga Beiko. Hívjalak be? Ezt hogy érted, hogy hívjalak be? Ja, jó, pillanat. De figyelj, nem gépen nézel? Mert akkor ott van a videó alatt a link. Ja, jó, oké, látlak, bocs. Pillanat. Így nem tudlak, lépjél be valamelyik hangcsatornába, és akkor áthúzlak. Lépjél mondjuk a horgászatba, és akkor bejántalak. Így is jó. Hello. 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 Szavasz. Hallak? Aha, én hallak, te hallasz? Csak kicsit furcsa, hogy hangot hallottam, a szád meg nem mozg. Van egy kis csúszás. Ja, persze, hát késleltetés van a streamen. Hogyne, hogyne, hogyne. A Tutori 22-es. Az aranyszívű azzal perget. Arra nagyon jöttek a csukák is. A légtrót árcsára az is jött meg a csár is. Várj, az... az kanalas támolygó, igaz? Igen. Melyik gyártó az a... Még lejjebb. Igen. Csak én nem látom. Itt van. Följebb akkor. Ebből a sárga? Pillanat. Narancs vagy citrom? Nem. Nem ez. Nem. Ott lent a NEA 46-os grammos. 22 grammos. Teljesen. Ugyanaz, mint a amit most néztél, csak 22 grammot. Itt van. És akkor ebből, de melyik sárga? Egyébként egyik sincs. Mind a kettő out of stock. Na basz. Vizes. Az van a legjobb. Aha. Nézzük, milyen jönnek még. Hát a Hunter 0110. Csíkos. Hunter 0110. Ez van. Ebből veszek egyet. Ez mi az egyébként, amit itt láttam? Ez valami handmade craft cucc? Ez a Forzandai? Az, amit most nézek, majd mindjárt megjelent. Ja, gyártani lehet. Aha, jó, akkor ezzel nem is nagyon foglalkozom. Ez megkapja. Van az a fekete, hogy csinkos, piros. De várjál, és akkor mit mondod, hogy hol van? 71, 103, valami hátul a nádosnál, az itt lesz valahol, nem? Nem, emész hátra a sátorhoz, és ott tovább. Aha, jaj, gondoltam. Okay. Attól visszább, ott arra valaki, igen. Na, kíváncsi vagyok.
burbotozni, meg itt szoktam, ahogy most te itt áll a gyanádas. Mindig azt mondják egyébként, hogy most ez a map halott, az a map halott, ez a tó halott, az a folyó halott, de igazából nem halott egyik se, csak valahogy nem tudnak itt fogni. Itt? Kórint jön folyamat. Vajunk, mi ez? 7102? Hát akkor ez lesz az. Igen. Csak itt arra szembe befelé szoktam dobálni. Megy le teljesen a part. Vész, lent vagyok teljesen. Na hát kíváncsi vagyok, lehet, hogy nagyjából így az első halt törni szakítani fog mindent. 35-ös sebességgel szakít. És egyfolytában vagy ilyen... Nem, tekersz, megáll. Megállsz, teker, megáll. Egyet, kettő, hármat, ahogy éppen sikerül. A stop. Aha, jó. Nem vagyok egy nagy pelgető egyébként, de mivel bajom jó fizet, mindenképpen össze fogok elszedni valamit. Csak először még a Fidei botokkal akarok venni 280-as goldot. Bajom ideig a második nargámat. Ez szép. Hát én most még ott tartok, hogy 280-as goldot akarok venni, egy van. Azzal a kettővel már mondjuk tudnék csinálni valamit. Hát ez elég közel jött a parthoz, ez a csuka. Ha? Ez szokása. Itt bespawnolt ide nekem. Gyakorlatilag egyszer csak megjelent. Nem volt olyan, hogy vissza kellett engednem a kanalat, hogy megbírja kapni. Hát rejtettem, akkor bekapni. Hát most lehet, hogy én is... Tehát, hogy azzal jártam jól, hogy megállítottam pont az orsót egy pillanatra, mert lehet, hogy nem értem volna utol. Lehet, és sokszor van így, főleg itten Kuorin, itt nagyon látszódik is, hogy mikor, meg hogy. Igen, szép tiszta a víz. Hát mégiscsak egy bányatónak. Szépen fotozódik a víz. Hát ez csak megkóstolta. Szavaz DJ, köszönöm a hostot. Igen. Azt észrevettem, hogy tehát a, mint a fenekezőn a bevágás a jobb egérgó. Aha. Az néha leszakott akadni. Én azt szoktam, hogy jobbra elránt. Aha. Tehát elfelejtem jobbra vele. Tehát úgy azt mondom, hogy 99%-os az akadás. Amannál meg ilyen szerintem jó, ha 70%. Aha. Hát akkor ez kicsit olyan, mint a... Fú, melyik az az úszós, orsós történet, az a... Bolognéze bot. Aha. Ott is érdemes nem bejelenteni. De nagyon hype-olsz, DJ. Hú, én úgy fogtam majdnem 10 kilós csukát, hogy akasztás után centiken múlott, hogy nem bírtam alátenni a szákot. Hát nekem ma így leakadt egy sugar Volkovon. De ott bénázott a csávót, nem is értettem, hogy mit művel azzal a szákkal. Na, csuka, innen valahonnan, nem? Néha szoktam két odarra nádasak előtt is eldobni. Szemben nagyon... Jeez, DJ, köszönöm szépen. Köszi, köszi. És megelőzted ezzel a HP-t.
Úgyhogy vezeted a csillistát, uram. Apa jó. Mi a jó? Ja, izé, kis üzenet? Hát... bits. You know, it's bits. Nagyon nem jön akkor valamelyik másra. Wobblereknél van egy sárga. Az is sokára elég jó. Timing Minov. Van egy pár volt, mondja, kipróbálgatom itt, hogy melyik az, amelyik működik, vagy melyik az, amelyik nem. Mondjuk az a elő, ahogy vetted a sajtot, meg a tejfölt. Igen. A kis épület mögött lemész, és én onnit dobáltam ezzel a a mólót, onnit meg. Köszönöm, DJ, kiegészítetted egy ezzel se? Köszönöm szépen. Na, vannak itt azért wobblereim. Próbáljuk ki, ez Volkovon nagyon megy, kajak itt is. Én még nem kajak ítem fel magam. Hasonló, mint ez, az a timing be, az teljes. Kellett az a jelvei már nálad is. Köszönöm, köszönöm. Láttad az intrót? Megvolt a... megvolt a... premiáj. Már jellemző, amikor elindítom még az a műsort, még nincs kb. Senki, úgyhogy lejátszottam magamnak, de megvolt a premiáj. És kijavítottam a hangot. Csak mondom. Úgy látom, hogy ami kuai menő wobbláj, az itt nem biztos. Pedig milyen szép állszál. Várjunk, van itt egy, ami lemegy 3 méterre, azt hiszem. Na majd ez. És tényleg. Jól van, uram, köszönöm szépen. Azt mondja Tibika, hogy kinója 22 boldó, meg zöld. Olyan nincsen nekem az. Bordó, nem tudom, az nem. Vehetek egy kis kávét, hát ha messze be tudom dobni utána. Lassa majd.
Mi lesz lassan? Jön az éjszaka, lehet burba. Ja, igen. Hát az még odébb van. Nem tudom, én itt még eddig valahányszor nekiálltam bulbotozni, semmi nem jött. Timitől fogtam egy kiló alatt üt. Mármint, hogy egy darab egy kiló alatt üt. Próbáld meg, ahol én 8 és fél méter. 8 és fél méter? Ja, hogy itt ez én, aha. Elfel nem tudok még itt eljönni? Dehogy nem. Hogy itt mélyebb a víz? Csőt. Ó, oh, hello. El lehet tenni egész körbe. Tibik, ez a Kinuel 22 g-os boldó meg zöld, ez itt átig csinálja, gondoltad? Azt hittem nem fogja utolérni, basszus. És elengedte. Vissza! Utána dobom a botot. Szemétláda. Ezek mondjuk eddig nem túl nagyok, mondjuk úgy, hogy én a kisebbeket fogdosom. Több vegyesen szólt jön. Ötszáz grammal visszadobálom, többi az. Ja, ellenőr napítja őket kifelé. Ez már aránylag egy jó irány lenne. Aztán megvan az az akasztás, amit nem akartam. A séta indul. Kúl, lesz vagy csuka szerintem? Hát szerintem is, mert nagyjából állja a kettő, el akartam utazni. Remélhetőleg sikerült. Aj, nem állt, reménykedtem benne, hogy elfáradt.
Ezért kéne egy normális pergetőszett. Legalább egy bot, egy gyorsó. Ez elviszi az összes gomilomat. Mennyi van rajta? 100 méter. Ez az egész van 100 méter. Lehet. Alt F4-et nyomjál, mert... Nem nyomok Alt F4-et. Akkor inkább vágok. Nem Alt F4-elek. Ja, Tibi, ez közel volt, igen. Igen, csak közel. És egyébként az is simán lehet, hogy ez nem volt nagyobb egy 2 kilósnál. Ha úgy húznak, akkor... De nagyobb lehet. Ez. Hát, ja. A 80-as, Gold 80-es sorsót fel lehet tenni, zére is. Olyan, felgető bot-e? Vagy arra nem? Szerintem fel, mert én a heavy-m, ami van, az 15 kilós, csak a nargát azt rád. Most csak kipróbálom. Nem. Ja, várjál, nem vettem le a másik botra. Ez mégiscsak egy 14 kilós alsó. És akkor elég csak egy... Aha, fel lehet. Aha. Akkor elég csak egy... Hát tudom, hogy jobban járjok, csak a botom se bír többet 17 kiló, vagy 7 kilónál. Ezt nagyon nem akarom forszírozni, ez max úgy, hogyha veszek egy botot is. Nem tudom, ezek milyen áron vannak, lehet, hogy megnézem. Aztán lehet, hogy az a heavy, ami nekem van, az is elég jó szerintem, azt érdemes, és a... Nem ilyen 400 körül lehet, most nem vagyok benne. 400 ezüst az a bot. Nagyon mindjárt megnézem, hogy a Tackle Store-ban, hogy mit lehet kihozni. Aj, de jó messze van minden. Hát több damil, persze, hogy több damil.
messzebb tudom engedni a halat, amit nem tudok kiszedni egyből. Ennyit ője kell vele tűnni. Ezt a két vackot eladom. Hardware store, diary store, cafe, workshop. Hú, de nem ismerem ezt a helyet. Köszönjük. Adminisztráció. Ah, itt van, akkor a sztor. De várja. De a, az. Az? Az? Express Fishing Heavy. 241 és fél a leg. 1, 2, 3, 4, 5. az első. Ez amit néztem. 785 ezüst egy ilyen bot. Na akkor nem mivel emlékezt. 15 kiló, ez elég egy 7 kiló sorsó. Hát nekem a... Milyen csoda van rajta? Sabre, 10. Szavazz, Bence! Milyen olsó van neked ezen? Iberia Sabre. Gondolom a 9 kilós, mert 10 kilós feleslegesre. 10 kilós, minek? Meg arról is ma levitte a zsinort, úgyhogy az utolsó pillanatban csak kilép. Valami dög. Megkapta is. Egyszer is jöttem meg. Bernard Timespot Old Bergen. Lady of Games most osztotta meg, nem olyan ég, hogy hogy kell Old Bergen tencsezni. Nézd meg a fórumot, ott van fent. Express Fishing Heavy. Hát az mondjuk ennyi pénzzel nem sok. De attól még... Az a bőle, hogyha felteszem az orsót, a 80-as goldot, az nem lesz jó. Mármint, hogy bajom is sokat fog bírni az orsó a bothoz képest. Mert a bot az, mely, az orsó az mennyi? Ez 14 kiló. Hát az orsó az meg 15 és feled. Vagy a bot az 15 és feled. Így van, de az orsó a 14 kilójával olyan 20 kilóig jó kb. Na mindegy, próbáljuk ki. Egyekesen. Főraksz egy 10-12. Egyszer élünk. Mi volt ez? Heavy. Kapja a 80-as goldot, de ez kéne egy 19-as sok, mondjuk egy 10-es damil, 16-os, van 16-os damilom. 155 méter, de meglátjuk. 15-ös acélelőke, meg nézzünk csak. Ebből a Hunterből vegyünk még egyet, mert azt hiszem ez elment, nem? Talán. Heavy. Nem, ez még itt van. Na nézzük, mit tud. Tudhatok vissza a világ végre. Majd itten, ahol lesz egy tisztás. Menjél le, légy szíves? Ez itt. Itt. Té?
vissza még a nem a kövön legyél, ja, hanem igen. A földön. Igen, itt vagyok. What? Ja, most a bulbotozás? Nem, nem, verget. És itt mindjárt lemész a vízre és balra dobálsz. De a házikók felé? Igen. Nézd. Ki mindig is elég sok. Menj le egész part. Benne állok a vízben. Kell sötétedni most, meg lehet. Igen, most inkább a bulbot lesz a menő szerintem. Mondjuk az is itt van, mert 8 és felesbe szoktál dobálni, csak azt a kőolajjal, nem? Asszom. Nem, ott a kő mellől mindjárt. Na, mondjuk innen simán lehet. Mi a manó? Itt, itt. Ja, persze, várjál. Levettem az olvasó dobotóból. Ezért lenne jó egy pály 80-as. Olyan 25-30 közötti távos. Mondjuk úgy, hogy leszoktam menni teljesen a part. Mármint, hogy 25-30 méter, nem? Méterig. Uh-huh. Egyikre 25-öt, másik 30-at is. Na mindjárt meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Valami már jött. Most sem látom, hogy melyik. Ah. Na nézz. Hát ez... Nem egy nagy valami. Egy kis bulba. Mondjuk 2 kiló. Mondjuk attól függ, mihez képest, mert láttam olyan bulbotokat fogdostak emberek. Van 17 kiló, basz. Ez mennyi lóvét adhat egy ilyen? A hármasomon is van valami. Nagyon bezuhant a Damil. Most sejtettem. Ó, basszus. Kicsit eldobtam.
Így imbolyognak a halak. Ó, kemény 910 gram. Az. Gondolom itt angol, de nem nagyon mozog. Nem találkozom. Hello, hello. Jó, olyan, szavasz. Francba csak kóstolgatnak. Second, mit mondtál olyan 25-30 méter, vagy 20-30 méter, igaz? Az egyiket 25-re, másikat 30. 25. Hey, my day, that's 25 and between 25 and 30 meters. No problem. You're welcome. Dude, the point is that aim to this hole. This one. Ott felnyesem, azt szeretnek. Legalább ennyivel járuljon hozzá a szakához. 500 fölöttieket, azok fődaraboltam, ami a csukátok, ez mind. Ami csak volt 100 fölötti, az levegy. Na, ez már szép. 6 kiló. Na. Köszi a tippet. Hogy mondjam, ez működik. Egyelőre ez működik, pedig már egy hetek rájá. Csoda, hogy még nem vették észre. De elvileg tudja minden. Párszor már mondtam, hogy én itt. De hogy a 6 kilósot vágjon fel, megáll az ütőben, nem? Szép lenne. Ja. Mondjuk kijönne belőle, hogy ennyi? 4, ha azt lehet, 5. 5, igen. 5, ja, igen, mert 2 kilóig egyet, és utána kilónként dob egyet. Legalább fél adni. Hát... mondjuk én nem tartom teljesen korrektnek, akkor adjunk itt 20 dekánként. Egy 7 dek, vagy igen. 20 gramonként egy 7 gramosat, vagy valami, de az, hogy felvágsz egy 2 kilós halat. Mondjuk 1 kg 95 deka is lesz belőle egy darab 7 kilós hal szeleted. Vagy 7 kilós, 7 grammos. Hát ez nagy hivatal.
Éppen mondta a királylány is, hogy 7 kilós őszabot, 6 darab halsz lett akkor. Ja, hát annyi. Igen, mert 5 kilóját kap 5-öt, meg az első 2 kilóját kap 1-et. Lehet, hogy lassan el kéne kezdeni pelgetni mellette, egész világos van. Hát egyik botot kiveszed, de a másik kettő még maradhat. Persze. Volt, hogy délben, meg egy óra után, meg ilyenkor össze-vissza is néha rájött. Ez volt ő. Azt meg lehet. Az így nem lesz jó, de mindenképpen a goldot kell feltennem. Semmi nem jön. Bernát, hol vagy? Mit csinálsz? Mire pecázol? Jobban közebb a part. Mi onni jön. Hát, Bernát ott talán nem is fog. Hát, ha szeretne, este jön bulbot meg angolna. Nagy ütken. Sajtot meg, azt mondjuk tencsezni tudsz vele, de... Feljebb írta itt a chaten Tibike, hogy hova menjél tencsőzni.
De azt mondom, hogy a térkép, ha előtted van a térkép, bal oldalon van egy sziget, és annak a déli részére kéne elsétálnod. És ott elvileg lehet bencset fog. Ott is egy csuka. Két ki. Tehát, igen. Múltkor én néztem két hat. Kicsit szakadozol, hogy így elmegy a hangod. Picit állít mikrofon. Aha. Ja, levágta a szűrő. Lehetséges, igen. Múltkor innét vettem ki két darab 6 kilósat. Fölött itt. Na sokkal jobb, így most a faszán hallak. Megint jön valami kifele. Valószínűleg ez is csupa lesz. Nem. Hopp, közben fédelen is kapás van. Már megkezdtem, hogy bulbot fényes nappal, de eljöttem, hogy még igencsak reggel van. Felveszi az még dél, fényes, délbe is. Hát ahhoz már nagyon mély víz kell. A bulbot az alapvetően ugye este jön, pont azért, hogy nem szereti a napfényt, tehát ő inkább a sötétet szereti. Legalábbis ahogy olvastam a leírását itt a játékon belül, hal. Igen, éjszakai hal nem szereti a fényt. Vagyis hát pontosabban nem nagyon táplálkozik fényben. Látom, királylány észrevette, hogy Kuorin vagy. Így van. Basszus, az elment. De szemét. Pedig imádok így halat fogni, itt a part előtt csak húzogatod. Ilyenkor engedd ki a felkapókart, vigyél egy picit, és akkor utána rácsapod és bevágsz neki. Aha. Ilyenkor nem kapja be teljesen, az a baj néha. Így. Voilà. Hát az a legjobb itt part közelbe pecázni. Így, igen. Ez kész. Hát itt el leszek. Na, következő paciens. Nézd meg. Majdnem jó volt. Figyelj, ezt most így itt hagyom. Így belógatva. Még pont benne van a vízben. Na melyik jöttök volt? Ezt te voltál, azt a kis huncut. Kipolgatsz itt össze-vissza. Sajt inkább rós meg amúl. Ja, igen, pont azért nem tennék fel sajtot. Az amúlyok azért tudnak ám kegyetlenek lenni. Na, kedves csuka. Mozgatni kell biztos. Akkor ilyen jobban.
Nézd meg, ott viszi. Ez kész. Beszarás. Ennyi, sügelyezni így sügelyeztem, de nem tudtam, hogy itt kulajon is működik a csukákkal. Én még dobálok egész nap, ahelyett, hogy csak belógatnám. Ennyi. Bec, köszönöm szépen a követést. Szia, olyan üdvítköztünk. Igazából ezzel a sok dobálással, nézd meg, ott jön a halam. Tönke vágjátok az alsót, ennyi. Hagyod egy kicsit, ugye? Hamarabb vettem elő, mint kellett volna a szákot, tessék le. Jöttök itt nekem folyton, hogy 30-40 méterre dobáljak. Minek? Be kell lógadni és kész. Ennyi. Kicsit elhúzogatod, ott jön a halam, nézd csak, megviszi is. Tehet csak kifele. De most csak egy kis pici volt, még mohó volt. Jó lesz, ha szeretnek. Nem figyeltem, hogy felette volt a... 557, ha jól emlékszem. Teljesen jó. Ez pont jó az. Szia Belec, köszönöm szépen. És halszelet. Úgy látom, nem nagyon mernek egyébként part közelbe jönni. Rájöttek, hogy baj van. Jajaja. Rájöttek a túlpisság? Nem, itt vannak. Legyen meg, de elindult vele ez is. Na jó, de dobálok most már egy kicsit. Úgy csinálok, mint aki pecázik. És úgy is az, hogy kitekeljem a part közelbe, és itt fog eljönni a csuka. De nem mondok semmit. Jaj. Nem, ez a nagy streamerek tudják. Igen. Zseniális. Jó, hát mi is early access még a játék, úgyhogy. Igen. De hát egyébként belegondolsz, miért ne lehetne? Benne lehetne, hogy itt fogja. Hát elviekben csukát a part közelbe kell lehet fogni. Persze. Tehát a, ott van belebújva a nádba, a part alatt. Így van.
egy másik kérdés, hogy ilyen szinten átlátszó vízből az életbe ki nem maja volna. Valószínűleg. Hát a nádból azért szerintem, mert elbújva esetleg ottan onnét kirabolhat ez végül is. Mondjuk az igaz. Van egy jó kis partosabb rész. Hát ha több jön, vagy jobban jönnek, vagy nagyobb, vagy nem is tudom. Annyira ezen az oldalon nem szokott jönni nekem. Innét is jött egy pár egy jobb oldalra, hogy eldobáltam part mellett, de másik oldala sokkal jobban adta. Aha. Itt fogtam a második helyezett BK-mat a rekordlistába. Aha. Új, nekem az All Region-be nem sikerült bekerülni, csak az Adder Region-be egy Brimmel még Moszkíton. Nagyon elmentem, hogy én ott be akarok jutni a top 5-be. De összesítésben nem sikerült, csak az egyéb régió. Kórin 2-ösön vagyok a listán. Rócsal vagyok még a negyedik helyen. Nem nagyon pecáztam eddig itt, megmondom őszintén. Én meg így vagyok olda. Nem szeretem. Én most már unom oldot. Szerettem egyébként, nagyon meg szeretem a mai napig, csak most már unalmas. Talán a 10-szer, ha voltam rajta. Ott a híd mellett van egy jó pontyozó hely. Amíg lehetett angolnát fogni, addig jó volt. De hát ugye most már az... Hát elvileg fogdosnak még, de már nagyon elvét vagy ilyen eseti jelleggel. Nem van, dobok még egyet alja felé azt. Nem. Na, suka, nem? A part közelébe se jönnek. Ugyan vele inkább éhen pusztul.
Na jó, én tele közi szépen még egyszer ezt a tippet, ezt fogom használni, ezt a... Nagyon szívesen. Beválni látszik. Mondom, én is már régóta használom, úgyhogy elég jó. Nézzük, mit kapok a... mi kell a kávénak? Kellett neki csuka, ha jól amit. 3 kiló fölötti kell 2. Igen. Tényleg. A francban. Olyat nem fogtam. Hát akkor... Kilenc álljon, az is teljesen jó. Kijövök nullába. Ezt mondjuk inkább fölve, nem. 16 halé elég jó. Hát meg ma már azért kerestem egy keveset, úgyhogy kb. Ott vagyok, mint ahol elkezdtem a napot. Plusz egy peca. Tehát, hogy vettem egy, ugye egy pergető botot. Na jó, igen. Te elmész jobbra, megmutatom még, hogy hol szoktam pergetni le a partra. Itt le. Igen, ott ahogy jó, most mész, és oda, ide szoktam állni, most állt, és arra felé szoktam, nem, visszább, az előző. Kicsit gyors vagy. Mint a villám. Vagy ahogy megyek vissza az előző spotra, ahol voltam? Igen, nem, tehát itt ahogy most állt, visszább, tehát ahol a legelőször lementi. És innit... Jó, oké, megvan, igen. Innen. Mindegy, tehát onnit megvan. Szoktam a móló felé dobálni, és innit is elég jól jöttek a csukák. Tehát itt, ahol... Tehát a csónakot szoktam célozgatni, meg mindjárt az épület mellé, oda szoktam dobálni, innit is szoktak elég jól jönni. Aha. Itten az a sárga, az a szem Timing Minov, vagy mi a faszom a neve. Uh-huh. Elnézést. Jó, csak nyugodtan. Azzal szoktam, azzal itt nagyon ott. Jó, majd még meg kipróbálom itt a trollingolást is, hogy ez milyen. Elvileg itt ezen a részen, itt a gödöknél körbe kell menni, és akkor egész jókat lehet fogosni. Annyira, egy-kettőt fogtam, de annyira nem nagyon adta nekem. Nem jól csináltam valamit, vagy nem tudom. Jó, mondjuk nekem csak egy pergető botom van, nem kettő, úgyhogy csak egyet szoktam csinálni. Hát DJ-be zuhantál a végre, azt kell, hogy mondjam. De üdv megint, meg hype, bizony. Akartam én itt valami olyat neked. Ezt lehet, hogy nem tudom megcsinálni. Na mindegy, majd. Neked is jó, Pit. Meg hát mindenkinek. Hölgyek, ujjak, köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt velem. A Biteket DJ-nek. Szia, köszi szépen még egyszer a tippet. Ezt a temérdek mennyiségű Bitet DJ-nek. Fidinek, Csabinak, Becnek a követést. Köszi szépen, hogy itt voltatok. Aztán hát találkozunk akkor legközelebb. DJ, lesz a live? Most. Gondolom már nem vágsz bele. Nem látok úgy senkit, úgyhogy nem elédelünk. Jó pihenést mindenkinek, kitartást holnapra még. Még holnap után is meló lesz, úgyhogy még bőven kitartást mindenkinek. Na, jó pihit, szavaztok, sziasztok! Na, nagyon szívesen én is megy, most szerintem megyek most már én is aludni, mert tegnapi nap kicsit szopatós volt. Úgyhogy...
Üdvözlöm.